A hétvégi Kisvárda elleni megyei rangadót követően hiányérzettel zárta a mérkőzést Lucsánszki Tamás. A Nyíregyháza Spartakusz vezetőedzője a látottak alapján győzelmet vár csapatától. Azonban, mint mondja, ahhoz, hogy sikeresek legyenek, az eredményességben kell elsősorban javulniuk. A javításra pedig vasárnap idegenben az eddig nem túl sikeres, és ezért teljes szakmai stábot váltó Siófok ellen lesz lehetősége a Sparinak. Egyértelműen a koncentrációba kerülni, akarati problémákat eddig sem láttam a csapatnál, tehát tesszük azon koncentráció, és egy kis plusz vagányság, ami ahhoz kell, hogy merjünk játszani, mert a labdabirtoklás terén azért vannak hiányérzeteim. A Spari keretében már a hétvégén ott volt Megyeri Gábor és Hinora Kristóf is, akik az U21-es nemzeti csapatban szerepeltek Olaszország és Törökország ellen. A két ifjú közül Hinora Kristóf az olasz ellen fél órát bizonyíthatott is a pályán. Azért mégiscsak egy Szériás B-s játékosok ellen játszottunk, voltak ott is fiatalok ugyanúgy, de ők azért nem az NB2-be, hanem a Szériában, mondjuk egy AC Milánba futballoznak. Ez mindenképpen egy jó előrelépés nekem is, meg egy mérce, hogy hol járok, hogy hova szeretnék még eljutni. Megyeri Gábor ugyan nem játszott a válogatott találkozókon, azonban így is nagy élmény és megtiszteltetés számára, hogy a keretben volt, és a jövőre nézve nagy motivációt jelent számára. Remélem, hogy a jövőben még meg fognak hívni. Arról tájékoztattak, hogy nagyon jó munkát végzünk itt is, és én is nagyon jó munkát végzek, még plusz munkát kell vállalni, és akkor remélem meg lesz. A Nyíregyháza Spartakusz a Siófok után kedden a Csorna ellen lép pályára a Magyar Kupában. Így, mivel egymás után kétszer is nyugaton szerepel a Spari, ezért a vezetőség úgy döntött, a csapat 4 napot telkiben tölt majd. A keretben ismét ott van Forró Gyula, akinek eltiltása lejárt, Rudolf Gergely pedig sérülését követően már teljes értékű munkát végez. Az együtteshez kapcsolódó hír még, hogy ezentúl mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás csapat munkáját pszichológus segíti majd.